gyerekek, üdv a csatornánk, hiperjelentkezik a következő Farming Simulator videóval. Igen, elcsesztem. A Keeper nem jó Combine volt. Igen, sajnos nem az igazi volt ez a Combine vásárlás, de mindjárt Keeper kieszközöli, megeszközöli, aztán már is eladjuk a francba ezt a Combine-t. Egyébként milyen szépen össze vannak szállva már a területek. Itt nincsenek összeszállva? Itt fönt? Hey. Jó, mert azt nem mutassa. Ó, jó, várjál. Oké, jól van. Sok dolgunk van, gyerekek. Olyan még 3-szor, 8-szor, 63-szor nagyobb kombányt hoztam, mint ezelőtt, úgyhogy ne aggódjatok, lesz itt kombány dögivel. Igen, ti küldtétek valami tribunus, valamicsoda, ami utána kellett, hogy nézzek, mert nem hittem a szememnek, amikor megláttam, hogy ilyen létezik. És képzeljétek, YouTube videók vannak rajta, hogy ezzel aratnak, és ez létezik. Hát meg fogjátok látni, remélem nem ezt raktam ki az indexképnek, meg fogjátok látni, hát eláll a szavatok. Hát ilyen nem is létezik. Egy olyan grotesz szörny, ami nem is néz ki kombánynak, és tényleg valóban létezik. Várjátok már, hát. Mindjárt mutatom, jó? Várjátok, így, nézve, betakarító eszközök egyébként. Ne arra úgyhatok, kicsit voltak ilyen foghíjak így a videózás terén, de megint beteg voltam, mindig elkapok. Na, Tribine, vagy valami Tribine, talán ilyesmi. Na hát ez úgy néz ki, hogy egy törzsuklós ilyen kivitel. Külön van ugye a magtár része, vagyis ez a tároló része. Itt van a cséplő része, meg külön van a kabin része. Hát gondolták, hogy így megoldjuk így kicsibe. Egyébként van itt egy kis cheat, ugye a tároló része 120 ezeresre föl lehet rakni, de default, már úgy gyárilag egyébként 37.500 literes, tehát azt fogjuk használni. Ilyen 120 ezeres cheateket nem fogok használni. A kerékszint azt átállítom, mert ne, jaj, azért ne ilyen izé legyen, bugyi metál gyerekek. Milyen színek ezek, te édes Isten? Milyen színek ezek? Ne vadítsa el a képőt. Hogy néz ez ki? Nem már. Hát nincs egy normális szín itt a keréknek. Komolyan, legyen zöldök. Ja, nem a kereket változtatom, hát persze, hogy nem. Persze, hogy nem az. Vá, bocsánatot kell. Ja, ez már jobban néz ki, nem? Várjátok, nézzük még felni szín. Á, így néz ki az igazán jó. Na, mit lehet még állítani? Kerékbeállítás, long pipe-ot lehet, ugye default az van rajta, hát még szerencse. Oké, meg is vesszük. Színválasztás. Ja, igen, ezt így már csináltuk. És egy potó 650 ezerbe kerül, gyerekek. Nem is olyan sok. Egyáltalán. A szemem megáll, annyi pénzre kerül ez a kombány, gyerekek, de szerintem el leszünk vele 37.500 literes. A 120 ezer literes hizét nem akartam, meg igazából a lóerő is azt hiszem, hogy ekkora, tehát nem akartam a nagyobb motorbeállítást, meg szerintem szükség se lesz rá. Igen, van hozzá dedikált aratóeszköz, most ezt mutatom meg nagyon gyorsan, ilyen összeszéthajtható csoda dolog, nem is tudom, 19,6 méteres, ugye azért ilyen furcsa számokban vannak ezek megadva, hogy 19,6 méter, 13,9 méter, mert ugye feedbe szokták, ugye lábba, ez például 64 láb a mérete. Hosszí. És van hozzá dedikált kukoricavágóasztal is, ilyen csoda nézőjegyszerek, ez is jól néz ki, de ennek is az alapszínét az hadd változtassam meg, mert a Keepernek ez valahogy nem jön be ez a megjelenés szín, peros legyen, ahora nézzé, már is jobb, vásárlás, oké, és már is elköltöttünk 1 milliót, ugye? Hajrá! Nagyon örülünk neki, igen, majdnem 1 milliót elvertünk, hoppa, mi történt itt? Kicsit nem úgy alakultak a dolgok, ahogy tervezte a Keeper, nem voltak fölkészülve itt az ilyen mértékű vásárlásra, mi. Jó, azt egy kicsit ide vittem ilyen csites módon, de nem akartam, hogy kirepüljünk a világba. Na, ez így nézünk ki, elvileg ezt így ki tudjuk nyitni, ugye, és akkor 37 ezer liter, oda nézzetek, még a cső is így föláll. Jó, oké. Nem az a cső, meg lehet nyugodni, gyerekek. Ja, egyébként 65-tel tud veretni. Azt hiszem, hogy elég gyorsan tud. Ja, és egyébként a szárszórás dolog, az itt jön ki neki a szalma, itt jön ki két oldalt. Mert ugye itt hátul nem jöhet ki, mert itt külön van a magtárolója. Egyébként valami, nem is tudom, így utána néztem, hogy milyen motor van benne, meg milyen micsoda. Meg hát igen, néztem róla egy ilyen komplet videót, nyugodtan keressetek rá. Létező csoda dolog.
Szerintem baromi jó. Egyébként egy ekkora kombájn, ez már izének is jó. Ilyen teherautónak, figyelj, 65-tel tud menni. Ezzel akár el tudnám vinni a izét is, a szemet is. Már ugye egy átrakó kocsi. Tehát ez egy nagyobb átrakó kocsinak megfelel, vagy egy közepes átrakó kocsinak. Na nekiállítjuk gyorsan izéni, aratni. Össze kéne szántanunk, de az az igazság, hogy kellene nekünk izé egy siló is, mert ugye az egyetlen hely, amiben tudnánk tölteni most jelenleg a gabonát, végre gabonát, nem szemet, mert mindent mondok ám neki, a gabonát, ahova lehetne tölteni, az nem más, mint az átrakó kocsink, ami sajnos fullon van izéve majdnem, árpálva, úgyhogy valami nagy izét, valami sélaut kellene, sélaut. Jó? Srácok. Hello, hello, hello! Milyen picinek tűnik gyerekek a izé, nézzetek, Big Bad. Tudjátok mekkora az a gép? Hatalmas. Ezt mindig elmondom. Mi? Valaki írta, hogy azzal az izével, az a lekéve már előre félt, mikor meglátta, hogy tényleg benne van az izébe? Az egyéb eszközök, mi az izé? Az a hárompontos csatoló szar. Ez a crane dolog. Mert elvileg lehet ilyen hárompontos kutya fülit rakni, ugye a... ez az. Ugye tudnánk a hárompontos eszközöket is vontatni a Big Bud-dal. Csak az a gond, hogy akkor megint ott egy fordulási pont van. Ugye ott is egy fordulási pont, meg akkor még egy fordulási pont. Úgyhogy, ja, igazából úgy tudjuk. Ugye ezt is írta valaki, azt hiszem, hogy valami a puci fitya rész, ő írta ezt. Na, várjátok, hogy indítsuk meg. Egyébként milyen brutális a fordulóköre. Nézzétek, hajátok, nagyon durva, nézzétek, hajátok, hát miről beszélsz képen. Egyébként még mindig nem vagyok teljesen tiszta, mármint nem gyógyultam ki a betegségből. Olyan szinten ágynak döntött, soha nem szoktam ilyet csinálni, elaludtam izeikor, gyerekek. Tegnap délután 5-kor, jó, hogy trendezett szarszórás, nem kell állítani, ha jó, hadd menjen, oda nézzetek, ott szórja ki. Két oldalt, ez nagyon kemény, és akkor kettő darab izé rendet fog rakni. Az érdekes lesz nekem. Na, de minden eset rakjunk le egy darab shallow-t, mert az nem ártana. Nézzük valami nagyot, nagy siló nincsen. 120 ezer liter, 60 ezer liter, 30 ezer liter, hülye vagy? 100 ezer liter. Hát ez nem kéne. Nagy siló bővítés. De jó. Gabona siló, 100 ezer literes, meg a siló bővítés. Nagy gabona siló. Tudunk venni, 180 ezerbe. Jaj, de jó. De örülünk neki, gyerekek. De örülünk neki. Jó, hát akkor veszünk, mert muszáj lesz. Valahova. Szerintem, akkor rakjuk ide, nem? Így. Mert semmiképpen el tudjam fölvenni azt az eszközt, mi? Hát valahol ide rakom pedig, gyerekek. Így, mekkora nagy betonplacot ide vágott nekünk. Na, és akkor el is kellene... Hol van a... Őt kerestük. És ezzel kiürítem. Azért ő vele, mert nem akarom elrángatni mostonnan a... Hogy is hívják ott? Big Bud-ot. Hogy áll, 26%-on van már, nézzétek. Jujjujjujj. Egyébként ez úgy látom, hogy ez jó lesz. Viszont ugye 9 milliónál vagyunk, azt beszéltük, hogy 9 milliótól már nem csinálhatjuk azt, hogy nem költekezhetek így feleslegesen, hanem akkor föl kell tornászni ilyen 10 millióra. Jó, gyerekek, hogy egy ilyen, legyen egy ilyen folyamata ennek az egésznek. Jó, srácok? Úgy gyerekek, azért ez kéri az energy-t. És ennek van egy nagyobb verziója, ennek az átrakó kocsinak. Ugye azt hiszem ez a 100 tonnás, van egy 200 vagy 250 tonnás. Hát jó, de azt mozgatni is kell valamivel természetesen. Jó, gyerekek, beöntjük. Ugye csővel tudjuk itt üríteni. Akkor azt kell csinálnom, hogy meg kell kerülnem és akkor úgy kell húznom. Meg akkor föl is megyünk, mert már 40%-on van, srácok. Úgyhogy nagyon gyorsan tellik. Jó, nincs semmi gond, szépen haladunk.
Annyi, hogy mínusz 3 millióba, mínusz 4 millióba vagyunk, jobban mondva. Ez körülbelül így jó, nem? Aha, szuper. Jó, ránézek a kombányra, hogy ez hogy vereti. Na, ízére vagyok kíváncsi fordulására a föld végén. Hát ez egy elég korrekt ez a kombány, úgy látom. A fordulásra vagyok kíváncsi a föld végén, hogy fogja tudni megoldani. Elég kicsi a fordulókörre, lehet, hogy meg tudná oldani valami elég dinamikusan. Na. Azt mondja, hogy egy évben megcsinálja, mert akkor megőrülök. Mert akkor az például azért is jó, hogy tök gyorsan megfordul, mivel akkor nem lesz az, hogy itt... Á, nem. Egy kicsit kellett tolatnia. Viszont ez elég gyors fordulás volt, azért nagyon sokat szoktak szenvedni a kombájnak. Jó lesz ez, gyerekek. Na, hogy állunk? Ja, akkor valószínű, hogy ki fogunk tűzni magunknak. Milyen távol vagyunk, látjátok az eseménytől, mert mármint a kombájtól. Kikapcsolt ugye a motor. Ja, bocs egyébként, hogy egy kicsit lehet, hogy ilyen tényleg elvesztem a fonalat, meg ilyen relaxos vagyok, de nem vagyok tökéletes állapotban még. Na, húzza, üresen ne tudja ezt húzni szépen. 67%, szépen learatjuk, azt összeszálltunk mindent, és akkor elvetünk mindent, itt ezt a szalmát behordjuk. Szerintem írta valaki, hogy füvet is be lehet hordani abba a keverőbe, de nem, biztos nem lehet, mert ugye a teljes takarmány keverékhez három dolog kell, a széna kell, a szilázs és a szalma. Tehát biztos, hogy nem kell neki fű, mert akkor igazából mi értelme lenne szilázs csinálni, meg nem tudom, meg akkor mi értelme lenne szénát csinálni. Úgyhogy szerintem lehet, hogy elfogadja, mint tárolóegység, de biztos, hogy nem fog működni, úgyhogy kit keverje teljes takarmánykeveréknek, érted? Igen, látom, megtellett, jó van. Hát ezt menet közben leüríteni azért az nem lenne egyszerű. Hát próbáljuk meg, nem tudom milyen gyors. Egyébként néztem ilyen technikai adatait ennek a gépnek, azt is írták, hogy jaj, várj, állj! Bazza. Jó van. Ez tökéletes volt, gyerekek. Oda nézzél-e? Hogy ürít? Csak az a baj, hogy pont szarul van. Átveszem tő. Átveszem tőle. És na, azt akartam mondani, hogy olvastam, hogy az egész tartályt képes kiüríteni 2 perc alatt, van extrém gyors, már mint egy ilyen csomó minden funkciója, sokkal brutálisabb, mint a normál kombájnoknak. És úgy is volt reklám, az egy ilyen reklám videót láttam róla, és úgy is volt úgymond reklámozva, hogy a jövő kombájna. Azt nem tudom, hogy az mikori videó volt, meg mikor csinálták ezt, de elég brutális a kicsike. Elég jó ötletes dolog, nem? Ezek ugye a dedikált vágóasztalai, tehát abban sincs semmilyen trükközés. Jó, hát ez bőven elfogja. Befogja majd. Be fogja aratni. Nagyon gyorsan arat. Pusszal. Nem tudom, hogy ez mennyire reális, elég gyanús. Na, viszont akkor kellene nekem ezben valamit csinálnunk is. Egyelőre ugye most nem kell eladnom a gabonát, meg nem kell eladnom semmit. Emiatt lehet azzal trükközni, hogyha esetleg nagy a kereslet, akkor adjuk el. És tényleg ebbe gondolkodok, hogy akkor ezt kellene csinálni. Gyerekek. Okay. Ja, ebbe gondolkodok, hogy azt kellene csinálni, hogy amikor nagy kereslet van, hogyha amiket megtermelünk ilyen javakat, azokat majd akkor nyomjuk el. De hát valószínűleg, hogy szóját fogok vetni erre a nagy területre, azt mondjam, ember nem lesz, aki eltárolja, mert szerintem iszonyat sok lesz belőle, de akkor is lehet, hogy inkább megpróbáljuk eltárolni, és jobban járunk, hogyha tényleg akkor fogjuk eladni, amikor nagy keresletes lesz. Ah, jó ez. Meg ugye eladási pontokat is, hogyha akarnék, helyezhetnék le. Csak egyelőre még nem akarok, így ismerjük meg a mapot, tudjátok, hogy hova kell vinni, mit kell csinálni, ne az legyen, hogy kapásból ki sem mozdulunk a területünkről,
nem ismerjük meg a mapot, mert lerakom az eladási pontokat. Oda nézzetek gyerekek, már végzett is az éve földecskével, a kis gépecskén. Jaj, de csodálatos. Még hagyott egy csikot, azt még valószínűleg visszaaratja. Még azt néztem, hogy bemutatom a videóban tényleg minden technikai adata, és hogy mit tudom én, ilyen 24 óráig folyamatosan képes aratni egy tank küzemanyaggal, meg ilyen ízék voltak, feature-ök voltak neki direkt. Azért direkt ilyen tagolt, meg ilyen rohadt nagy, hogy ugye egy csomó minden funkció jó túlméretes legyen rajt. Legyen neki hely üzemanyagtanknak, legyen hely gabonatárolónak, mindennek is. Na, ezt itt ezt most jól csesztem szerintem. Nem? Pont nem? Jaj, de jó. Jó, azt még lehúzza. Jaj, de jó, hogy nincsen végtelen fa. Jaj, várjatok egy dolgot. Mindenképp szeretnék egy kiigazítást eszközölni. Nem az ezelőtti, hanem az előtti videómban ugye volt egy Class Combine, amelyik ilyen... Azt mondtam, hogy nem működik ugye a gépi munkás vele. És a készítő rám írt, hogy ő készítette a gondot, és biztos működik, valószínűleg valamilyen modommal vagy bármivel összeveszik. Nézzem meg, hogy mitől. Ne mondjak a modra olyat, ami nem igaz, mert modhubos, hogyha... Oda nézzetek, érdekes az ezekkel, figyeled? Modhubos, tehát a modhubra nem engednék fel valószínűleg, hogyha rossz lenne a mod. És gondolom én is így gondolom, szóval... bocsánatot kérek tőle, valószínűleg nekem veszett össze valami moddal vagy valami, de ugye nem volt ott a H, nem tudom, hogy miért. Szerintem nem tudom megmondani, de ez az egy őrület. És figyelj, kivágódik hátrafele. Jaj, gyerekek, ez az eke. Oda nézzük, mit csinál. Ez így vadul. És mindenhol megy, csak ott nem, hallod? Mindjárt megőrülök. Mindjárt komolyan mondom, veszek egy ekét. Hallod, ez... És minden egyes alkalommal mehetsz egy kört, akkor talán így bál. Ez olyan, mint a kígyóbígyóba ez, mi a szar ez, hallod? Megőrülsz? Ez nem tudsz normálisan szántani. Azért ne a kalappal, aki ezzel szánt, nem? Oda nézz, jó? Figyelj. Oda nézz, hogy húzza. Jó ez, most az tökéletes, érted? Így duplán. Egyszer erre dobatom, egyszer arra dobatom, csácsúvi. Na jó van, most sikerült megoldanom. Figyeld, ilyen horánt irányba. Tök jó. Ó, te fiú, ki sikerült elmezt fognod. Keeper barács. Oké, akkor ez megvan, akkor hossz irányba kellene. Hát ott még följebb ott volt olyan, amit... Jó, mindegy, meg kell csinálnom itt hossz irányba. Bocs, rácok, ezeket meg kellene, el kellene készíteni ezeket a összeszántásokat, ha már egyszer bele lóaltuk magunkat, hogy ilyen böszme nagy földön fogunk játszani, akkor szüksége lehetetik az, hogy oda nézzetek, hogy megy az eke. Nem tudsz ez el. Mindjárt megyek tényleg egy ilyen böszme, a legnagyobb ekér, hallod? Mit szólnátok hozzá? Ezt visszaviszem. Szórom a pénzt, mint az állat, mi? De hát ezzel figyelj, mit lehet. Jó van. Tényleg az az gyerekek. Milyen? Visszamegyek. Ez mindent lehet csak izélni, szántani, nem? Ez olyan, egyébként ez úgy működik, megfigyelitek, hogy kettő eke össze van akazdva. Két egyforma. Ugye? Ez konkrétan az? Van két eke, egymáshoz akazdva. Aztán jó, a jó világ, örüljél neki. Parasz gyerek. Szenvedjél bőven. Mert megyünk, aztán izé valamit okozunk. Kell nekem egy másik eke. Meg nem is baj, hogyha szélesebb. A legszélesebb ekét. Ebben Big Bugból meg kifogy az üzemanyag lassan, de nem a... Bírja ez. Ó, itt ki tudok menni? Ugyan jó lenne? Az útra? És akkor így megjegyezzük, itt vissza tudok jönni. Akkor nem kell kerülőznöm. Az a durva, hogy olyan picinek néz ki ez a Big Bud. Erről érdemes nézni egy videót, hogy amikor így megy végig ilyen amerikai kisvárosnak az utcáján, nem tudom, amikor elkészítették, vagy valami felvonulás volt, és ilyen tök brutál, így néznek föl rá az emberek, és így megy. Olyan, hát ma nagyobb, mint egy ház. Mint egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen normál, ilyen
egyszintes családi ház, tudjátok, ilyen tipikus amerikai. Hát onnan nagyobb. Egyébként baze, ott a Siló szerintem el. Ott a Siló. Mert ugye nekem írta, hogy hány millió Silóm van, és az ott a Siló. Hát hülye voltál Keeper, van neked Silód. Csak jó messze a helyemtől. Nem is, jó van, nem baj akkor. Van Siló. Eladás. És van megint pénzköltés, van megint pénzköltés, mondtuk, hogy nem költünk pénzt. De e kell a szkál, úgyhogy ez most ilyen dolog, gyerekek. Mi a legnagyobb bekebe az? Ez? 10 méteres? Oké. Okay. Ez is olyan, hogy így egymás mögött van a kettő, vagy milyen? Hát jó, próbálkozzunk bele. Létszedett tekevas. Plusz 2000-ért. Oké, okay, és akkor az egyébből, ahogy Pityarész gyerek javasolta, ezt vegyük meg. És akkor már is van 3 pontos csatolom, olyanon is, ami nincs 3 pontos csatolom. Így jó van, testvérem, köszönöm szépen az ötletet. Na, ezzel most már talán lehet normálisan. Remélem, hogy ez normálisan fog működni. És ez egy forgatható eke. Ez elég beteg. Ugye ez a létszedett tekevasnak az értelme annyi, sőt, van egy olyan eke fajta is, eke fejfajta, eke vasfajta, amelyik még érdekesebb, mint az létszedett. Mert ugye annyi a különbség, hogy az eke fejné, az eke vasak, azok ilyen különálló lécekből álljanak, vagy pedig ugye egy darab vaslapból. És ugye a létszedettnek annyi az előnye, hogy kisebb a súrlódás. Ugye minél nagyobb a felület, annál nagyobb a súrlódás. És a föld be, ahogy húzza, hogyha a létszedetnek ugye kevesebb helyen ér hozzá a földhöz. És kisebb súrlódás, kisebb teljesítmény, traktor teljesítmény kell hozzá. Viszont sokkal macerásabb, ugye sokkal sérülékegyebb, hogyha valami elcsesződik rajta, akkor sokkal macerásabb megcsinálni, tényleg egy bonyolultabb szerkezet. De egyébként van még egy fajta, amit nem nagyon használnak, régen szoktak használni, képzeljétek, ami nem más, mint az olyan, mint hogyha ilyen görgők lennének. Úgy működik, úgy dobja ugye a földet, hogy egy ilyen tárcsán vagy görgők lennének. Ott meg úgy szüntették meg, vagy még jobban redukálták a súrlódást, hogy konkrétan a föld legördül róla. Tehát hogy úgy működik, hogy van egy hasítóél, és akkor utána tovább görgeti. Tehát olyan, mint hogyha minden ekefej él után görgők lennének. Úgyhogy az is egy tök érdekes dolog, de hogyha már így vagyunk, akkor megúszhatjuk ezt is fölfele. Na, ezt ki kell nyitni valószínűleg. Öcsém, gyerekek, azért ez már kell a javába, nem? Hallod? Azért ezzel már lehet itt szenvedni. Ja, ennyit mondtam, hogy ugye még egy fordulási pontunk van most, ezzel lehetnek problémák. Most ezt szándékosan húzom így el egy kicsit. Gyerekek. Most azt nézem, aha. Ja, ez a baj, hogy ugye van még egy fordulási pont most. Ezzel egy kicsit így lehet szenvedni. Az a sorok jó lenne, hogyha meg lenne. Valahogy megszenvedjük. Te Isten, gyerekek. Na jó, mindegy. Menjünk, aztán majd maximum visszafele lehúzom, mert ennek így nincs értelme, hogy itt neki állok tolatgatni le föl. Úgyhogy ha valami elmarad, akkor azt lehúzzuk még. De azért ez eléggé hatékony. Ez a széles. Jó, ez már jó, ez már jó. Jó, lefele majd ezt kiigazítjuk, vagy valamit csinálunk. Inkább ne tolatgassunk, hanem inkább forduljunk egyet többet, nem srácok? Okay. Viszont izé, hogyha berakja az ember az időszakos szántást, akkor ilyen ekkora gépekkel, meg ilyen ekékkel azért nem is annyira veszélyes meg az se, ugye?
mert azért ezekkel lehet azért dolgozni. Milyen erők dolgozhatnak itt tényleg, nem, srácok? A vonópontokon. Mert képzeljétek el, hogy amikor beleakasztasz egy nyelkét a földbe, amikor egy darab, képzel... Most vonatkoztassunk el attól, hogy traktor, és képzeld, hogy beleakasztanál a földbe egy ilyen nagy vasat, és ezt megpróbálnád megmozdítani, vagy elhúzni. Mondjuk egy autóval. Mondjuk egy jó tomér földből ráadásul. És akkor képzelj abból el mondjuk, nem tudom, 20-at. Ó, ott meg lehet, hogy vannak bajok. Ez lehet, hogy, igen. Jó, akkor inkább maradjunk egy oldalon, mert ennek itt sok értelme nincsen, hogy egyik oldalon a másikra húzkodom. Na mindegy, visszafele úgyis kell jönni. Jó lesz a srác. Viszont meló az van bőven. Vele. Kicsit szerintem alul gondoltam, hogy mekkorák ezek a földek. Nem? Ez egy kicsit, erős, kicsit durva. Itt egyébként úgy kellene csinálnom, hogy szépen kihúzom eddig, azt utána meg keresztbe lehúzom, azt nincsen, akkor vitanám. Ugye így. Aztán elmegyünk, azt lehúzzuk azt a maradékot keresztbe, azt nem tolatgatok össze-vissza, mint a hülye. Érted, mire gondolok? Így, né, ráfordulok. Leteszem, azt Isten áldjon, ezt le van húzva. Nem mondod! Nem mondod, bázik, komolyan mondom. Nem mondod. Ne került ki! Jó lesz. Oké. Megyünk visszafele, mert megnézzük, hogyha valahol elhagytunk esetleg, akkor inkább legyen meg. Aztán a másik végét is megcsináljuk ennek. Jó, ott keresztben már le van húzva. Itt le lesz húzva így is. Meg akkor itt is meg kell húznunk ezen a részen. Sőt, ezt lehet, hogy meg is húzom most. Ja, itt kiszedjük. És akkor megindulunk arra is. Mondjuk itt lehet végig megyek. Itt maradt egy csík szerintem, ami nincsen megszántva. Ott meg a másik oldalon van egy csík, úgyhogy átmegyünk oda is. Na jó, bocs, gyerekek, ezt meg kell csinálni. Valamit akarok haladni, akkor ugye kell dolgozni. Lehet, hogy ebben a részben egy kicsit, hogy fölpörgessük az eseményeket, nekiállnék a drognak is, de hát ugye nincsen izénk, nincs... mi az trágyánk. Úgyhogy anélkül meg cseszhetem. Most azt nézzétek, gyerekek, hogy nem maradt el valamelyik oldal, de szerintem nem, úgyhogy most egy kicsit kiemelem, aztán, hogyha olyat láttok, ahol elmaradt, akkor ott lerakom. Na, itt lesz majd ugye a probléma. Ugye egyébként, hogyha így meg vannak csinálva ezek a földrészek, akkor nagyon crossplay mód se kell. Persze tudom, oké, már ideje lenne beharapnom, de hogyha ilyen akkurátusan szépen megvannak művelve, még ilyen szép szögletesek, akkor nagyon nincs rá szükség. Meg hogyha nincs milliónyi tereptárgy leragva ugye a föld közvetlen közelébe, ahogy ugye tapasztaltuk az előző mapon. Fölmegyünk, elmegyünk, elhúzunk arra, azt megnézzük, hogy miket hagytunk el, de szerintem elég jól haladunk. Jó lenne ezt megcsinálni ebben a részben, és akkor szépen elvetném a francba a következőbe. Ezt úgy tudnám értékelni. Itt még húzunk egy csikot mindjárt így keresztben. Így. Tökéletes.
Gyerekek, szerintem ekkora földünk még nem volt a játék folyamán, nem? Mármint nem csak, hogy ebbe a sorozatban, hanem úgy soha. Van egy olyan sonda gyanú. Az a gond, hogy ott az a pici rész az meg fog maradni, de jó van. Visszajövünk, aztán lehúzzuk azt a kicsit. Ja, mivel ugye ilyen haránt irányban vannak az ekefejek, nem tudod megindítani, úgyhogy egy vonalba legyen. Szóval ezzel együtt kell élnünk sajnos. A gyerekek, ez nem kicsi munka. Jaj, ott is van egy kis hiba. Oké, visszamegyünk, azt akkor megvan oldva. Ja, lehet, hogy észrevenni egyébként, hogy nem is vagyok olyan pörgős, mivel még mindig a betegség a tünetei azok el vannak uralkodva rajtam. Nagyon durva volt. Hazaértem, elvittem Sanyit sétálni, lefeküdtem, azt aludtam basszus másnap reggelig, olyan délután 5 vagy 6 óta. 5 órakor, délután 5-6 órakor lefeküdtem, talán éjfélkor fölébredtem egyszer, kimentem pisilni, ezt aludtam reggelig, tök durva volt. És még reggel is olyan hullafáradtnak éreztem magam, hogy ez hihetetlen. Az a durva, amikor a betegség miatt nem csak az, hogy vannak ilyen tünetek, hanem ilyen olyan szintű levertség érzeted ma, hogy hogy a francba lehet fáradt valaki, érted, ilyen 13 óra alvás után. Nem is értem, hogy ez hogy működik. Na, jöhet ez a rész, ez megint jó széles. De viszont legalább haladunk már. Sőt, ezt oda-vissza kétszer lehúzom ezt a keresztbe, mert ennek semmi értelme, hogy itt szenvedek, tolatgatok meg minden. Hanem inkább úgy csináljuk, hogy itt fordulunk egyet, és akkor húzunk még egy csikot. Így keresztbe. Viszont akkor van egy izé, van nekem silóm, gabona silóm, csak ugye az ilyen nagyon távol van. Úgyhogy oda be tudom tárolgatni az olmokat. Semmi ne jobb. És akkor így nem most már. Megindulunk arra fele. Szuper. Szuper. Jó, el is találtam a szélét. Arra kell figyelni, hogy nézem, hogy a jobb oldali kerék közepén legyen kb. A csík. Mármint a, ott fog menni az első ekefej. A Big Budnak a középső, vagy a jobb oldali kerékének a közepén. Itt meg itt hagyta a kukoricát. LOL. Úgy fordult ez a hülye gép. Csak ez nem kis pályas, meg nem kis pályas terület lesz, ez biztos. Hú, mennyi munka van. Föl kell raknom a izajt, fel kell raknom a modpakot, az egészet valahol, aztán gyertek segíteni, mert megőrülök ebbe a sok munkába szerintem. Itt. Aztán húzzuk a közepét is. Gyerekek, még ezzel a széles, nagy munkaszélességű ekével is mit kell szenvedni, mert ekkora hatalmas részek voltak a földek között. Nem csak, hogy könnyen fordulnak a kombájnok meg a traktorok, de legalább meg van csinálva, hogy normálisan tud működni. Azt mi ott fönt bal oldalt? Itt van valami épület. Nagyon távol egy ilyen kicsi, olyan, mint egy ilyen kúria, vagy nem tudom mi az.
Jó, hát ezzel megleszül. Akkor már egy kicsit könnyebb lesz. Meg az a jó, hogy ugye ezt a szántást az sajnos nem tudom csinálni gépi munkással, nem tudom csináltatni. Ugye amikor ilyen területek létrehozása van. Viszont ugye a vetést azt majd tudom csináltatni vele. Meg ugye aratást is tudom csináltatni vele, úgyhogy termelik a pénzt, addig tudok csinálni más. Tudok bányászkodni, meg különböző mondjuk fatkitermelés, meg mindenfélével tudnék foglalkozni. Csak most sajnos emiatt, hogy ezt kell csinálnom, ezt nem megy. Milyen jó volt, hogy ilyen szélesen leúsztam, látjátok, ki tudom húzni teljesen az. És akkor azt meg már valószínű, hogy el tudom fogadni. Úristen, mekkora föld lesz, ez nagyon brutális. Ez egy kicsit lehet, hogy még túlzás is már, nem, srácok? Nem gondoljátok, hogy egy kicsit erős lesz? Nem tudom, hogy meg fogok birkózni ekkora földdel. Hát ez nagyon nagy, nem tudom, tényleg jó lenne rárakni a 41-es földnek a méretét, de szerintem ez a 41-es föld, az egy fele. Fele volt, de ugye az előző mapon a legnagyobb. Ez szerintem ennek a fele volt. Na várjátok, kicsit nyomok egy 3-as gombot, hogy húzza. Ezt nézzük egy térképet, ez böszmenagy. Hát maguk ezek a csikok, amiket én itt leszántok. A köztük lévő, az már mekkora, hát nézd meg. Ez egy Big Bad, ez nem egy MTZ. Itt lenne egy MTZ, komolyan mondom, veszek egy MTZ-t, ilyen izét érzékeltetni a méreteket. Nem, srácok? Lássuk meg, hogy mekkorák. Ott maradt egy csík középen, jó van, de vissza kell mennem. Hát, mondjuk lehet, hogy nem. Fölösleges, nem? Ezt a zöldet, ezt lecsapom. Ma mindjárt végzünk ám, gyerekek. Már csak ez van, meg ott az a zöld elvileg, és akkor kész is vagyunk. Úgyhogy ne adjátok fel, nyugalom. Keeper is már kicsit fáradt bele, de muszáj dolgozni, gyerekek. Aztán utána, hát az ekét nem adom el, elrakom az ilyen eszközöket. De egyébként nagyon jól fut is ez a map szerintem. Az idejének szerintem az alsó szegnek nagyobb a gépigénye, ugye rengeteg object miatt. Milliónyi fa, meg milliónyi tereptárgy, ami természetesen jó. Csak már mint gépigény szempontjából ugye ez egy picit lehet, hogy jobb. Úgyhogy nem tudom, hogy kíváncsi lennék Zsolt, akivel pont tegnap írt rám, ugye, hogy a modpakot már jó lenne, hogy felraknám, mert ő neki például, ha segíthetnétek neki, hogyha valaki tudja a megoldást, addig nem sikerült felraknom a modpakot, hogy ő nem tud vizet rakni a különböző bányákhoz, meg vagyis ilyen létesítményekhez, nem enged vizet adni neki. Mint kiordja az izét, mondjuk a dörtöt, ugye, a soilt, az aranybányához, de a vizet meg nem veszi át tőle az aranybányának a maga az a szerkezete. Ja, ő neki kíváncsi vagyok, hogy ő neki észrevehető-e az, hogy ez fut jobban esetleg, mert ő mondta, hogy ilyen eléggé nem a legjobb gépe van, és ilyen határon megy neki. És kíváncsi lennék, hogy ez a map ez jobban fut mondjuk például, mint az alsószeg. Meg olyanoknak, akik esetleg valamelyik akad. Vagy éppen, nem tudom, figyelik az FPS-t, hogy melyik map produkál mondjuk magasabb FPS-t. Ez vagy inkább az alsószeg. Szerintem ez többet produkál. Persze, mondjuk alsószeget kinyírtuk keményen az idővel, 30 darab tyúkollal, vagyis nem 30 darab tyúkollal, 20 darab tyúkollal, meg a többi izével, birkaollal, meg mindennel. Na gyerekek, mindjárt végzünk ám, figyelj, de! Hoppá, hoppá! Ez most az egyes föld, oké. Okay. Ott megvan, ott megvan, ott megvan, megvan, ott is megvan, ott is megvan. Egy darab csikot kell lehúznunk, és vége. És akkor lehet vetni. Az szuper lesz. És szerintem ezen a vető hiba nélkül végig fog menni. Biztos vagyok benne. És itt most már permeteznünk is kellene. Úgyhogy valami modolt böszmen egy permetező. Jó, gyerekek, van izé permetező. Van ilyen Big Bad-szerű
permetezőgép, azt mindjárt megnézem, hogy milyen. Mert itt már permetezni, meg műtrágyázni is kellene, azért nem kéne hanyagolni. Természetesen. Már csak ezt a csikot kell lehúznom, azért annak már örülök, hallod. Azért ennyit szantani, te édesisten. De esküszöm, ennek már örülök, hogy itt ezzel végzünk. Mondom már ti is. De azt mondjátok meg, szerintetek jó ötlet volt ez az összeszántás? Meg nyugodtan írjatok ám izait. Kritikát, kommentet, bármint, hogy ötletet. Szerintetek mi a jó, hogyan lenne jó. Szerintem az, hogy ezt így összeszántottunk ilyen horribil nagyra, sőt, még a következőket is. Ha veszünk földet, hozzá fogjuk szántani. Ezt úgy fogjuk csinálni azután. Mert hát itt jó, mert ugye nincsen köztem minden tereptárgy, utak. Itt lehet. Én szerintem azt gondolták a készítők is, hogy ez hülye gyerek megveszi, úgy összeszántja, csak zuhanik. Ugye rengeteg ilyen nagy füves terület is van ám. Amivel szintén azt lehetne csinálni, ugye azt is elszántod. Például itt az egyes mellett ott is, ugye ahol vannak azok a pálmafák. Ott is meg lehetne ezt oldani. Mondjuk azért ezt leszántani az egészet, még ekkorákével is azért lehet, hogy esírnám magam. Itt van az aranybánya. Ott van a kamionunk. Meg ott van a... jó van. Ja, mondtátok, hogy az arany mellé ugye el tudom adni azt a másik mellékterméket is. Az aranynak a melléktermékét, szóval... lehet ez a pénzt keresni. Jó, azzal kicsit félre megyek. Ja, és itt és azt hittem, itt le lehet menni az aranybányához, de lehet, hogy nem. Ez a kombány, ez tetszik. Én ezt azért kellett volna alsó szegre levinni, mi? Ezzel lehetett volna optítani, bazze. Egy kicsi földeket. Így végigfutottál volna rajta. Tik! Megvan. Addig tartod volna. Hát az izai az nagyon jó lesz vele, babot aratni, mivel ugye annak kicsi a hozama. Azt ott azért lesz majd idő, amire megtelik ez a nagy tartály. Meg kell hozzá menni még a másik vágóasztalt is. Aztán föl kéne termelni most már tényleg a pénzünket. Ez így nem nagy... igen, és látod, itt nem tudom lerakni még sajnos, mert ugye akkor a vége elkezdeni szántani ott. Úgyhogy ez ilyen. Ezt így kell sajnos, és akkor le kell húzni a végét. Jó! Oké, ott mi az? Ott is van egy föld. Meg ott is van egy föld. Várjál, rá kell néznem itt a térképeknek, mert vannak itt érdekes dolgok. Itt van a 7-es, és itt van a 10-es, ezt látom. De mi, hol van a 9-es? A 9-es, ez vezet egy út. De azon van valami. És ott várjál már, akkor itt van egy nagy terület, ami így meg lehet venni. Földek. Aha, 10-es, 9-es, figyelj! Oda nézítes, jó. Ez ilyen fás. Ez, hogyha letermelnéd, ezeket a területeket itt hozzá lehetne csapni. Sőt, hogy ezt így meg tudnád csinálni, hogy a 23-ast, meg ezeket, még ezt, meg a 23-ast még. Ugye a vasút is túloldalán lehet, hogy nem lenne jó ötlet, de viszont 10-9, meg ezt. Azt figyeljetek, azt a pálmafákat kell itt letermelni, azt a pálmafás részt is meg lehetne csinálni, hogy akkor lecsapjuk, és akkor azt is hozzászántani majdnem. Jó, ezen elkezdünk gazdálkodni. Figyeljetek, hatalmas ám, az nézz oda. Csak a közepén ott van az a nagy ez a bunker, azt a hide object-noddal el kell tüntetni. Van az a Go-Go Cat-re, ezt látjátok. Aztán akkor össze lehetne, akkor egész végig a folyóig menne. Látjátok a folyót? Nem, ugye? Na, addig menne. Mármint ilyen nagyon messze. Az a lényeg. Az tök jó lenne. Meg akkor ott van azokat a földeket is. Jó, ez így jó lesz. Minél többet próbáljunk meg hozzácsatolni ehhez szerintem. Mert akkor... akkor egy helyen lenne ugye egy ilyen hatalmas nagy gazdaság, amin érdemes Big Buddal meg ilyenekkel dolgozni, meg nagy kombájnnal. Hát akkor ne az legyen, hogy ilyen kicsi gépekkel, meg kicsi földön, meg... mit tudom én, nagy gépekkel, kicsi földön, hanem akkor optimalizáljuk. Meg esetleg akkor ezt is érdemes, azt a füves részt is. Mindent hozzá kell csatolni ehhez.
Hát most ezt nem fogom megcsinálni, meg akarok állni vagy gazdálkodni. Földműveléssel nagyon nem foglalkoztunk, hát most már fogunk majd. Meg főleg akkor lehet, hogy állattenyésztésbe bele fogok majd durván. Egyébként itt fölötte az állattenyésztés, az viszont nem lenne rossz. Mármint ilyen nagy üzembe. Nem abban, amiben ugye csináljuk a... Ez mi ott az a terület? Ja, ott van a izé. Aha. Ott van a biogáz. Na, mi a szarod? Jó, körbe van szárva minden, ugye, srácok? Meg van csinálva. Akkor konkrétan minden is a miénk itt, ugye? Ameddig a szemem lát, szó szerint. Tök jó. Oké, gyerekek, akkor ez megvan. Akkor hozzuk a vetőt, aztán le is csapatjuk ám, és valószínűleg, hogy szójával. Meg mindjárt megnézem, hogy izé. Permetező, igaz, hogy fú, gyerekek, mindig az van, hogy nem költünk többet. Ezt mindig csak költök, de permetező mindenképp kell, anélkül ugye nagyon nem fogok tudni semmit csinálni. Meg ez, ebből is látszik, hogy mekkora a távolság, hogy negyed óra mire átérek egyik helyről a másikra, nem srácok? Ezt ugye észrevettétek, viszont ennek a izét ki kell kapcsolni. Területek létrehozását, mert különben baj lesz, ha lerakod. Itt van a kúriám, de be sem megyek. Ott csak lazulni fogok ott a izéni, kis tónál. Jézus Isten! Na mire érek oda meg? Milyen picik ezek a gépek? Most nézd meg azt a nagyvetőt, emlékeztek? A nagyvető, azon voltunk kiakadva, hogy úristen mekkora, meg nem fog elférni a földeken. Nézd már meg, milyen pici. Ez nagyon durva, de ez most tényleg az. Ezt össze kéne csukni, nem? Elmondom nektek, ez beteg. Ezek akkora földek, csak tök nem érzékeled. Ezt meg ugye leakasztottuk. Azért, mert ilyen nagy sík rész, és emiatt nem érzékelhető, hogy mekkora földek ezek. Ezt meg kéne töltenem. Műtrágyával meg izőben is. A vetőmaggal, aztán akkor hadd szóljon. Ez tök jó az a megoldás, hogy egy ilyen szállítószalag van. Ez böszme jó, aztán nekem nagyon tetszik. Ez egy jó ötlet. Csak nem sikerült odaállni rendesen. Ezt az Istennek nem tolod oda szerintem ma. Egyébként azt vettem észre, hogy véletlenül se tudod úgy megtolni, hogy befele fordulja, hanem mindenképp kifele fordul. Na. Végre. Megtörtént az esemény. Ja, meg kaszálnom is kellene, ugye kaszám sincs. De ezeket mind egyébként modoltatok. Ez mi lehet? De ez valami dzsúva van itt, amit föl lehetne szedni, ez tök érdekelne. El kérem hoznom a kotrógépet, hogy mi a szar van itt? Föltört az olaj, vagy micsoda? Mi van ott? De szerintem szóil lesz egyébként, valami dölt, vagy ilyesmi. Na gyerekek, induljunk meg. Ja, a világ legnagyobb traktorja. Nézzétek meg mekkora ezen a földön. Negyed óra, míg elér odáig. Nagyon durva. Jó, és igazából meg kéne nézni, hogy érdemes elindulni rajt. Ugye most minden egy megvan. Hát, én azt mondom nektek, hogy ezen a sarkon kellene lefel. És akkor itt, akkor teljesen végig tudna menni, ugye? Pont a legtávolabbi sarkon kellene lefel mennie. Vagy pedig ugye azon, a jobb alsón, fölfele. Ez mi ez a terület? Ez mi ez a terület? Gyerekek, itt van egy 11-es nevű terület. Ez a 11-est is hozzá lehetett volna vágni, nézd már!
Ó, gyerekek, itt még lesznek tíz dolgok. Hát ez a 11-es még így, ha nem. Hát ezt még hozzá kellene csapatni. Itt akkor ugye össze lehetne szántani, kivágni fákat, és akkor teljesen összeszántani vele. Itt is, minden, dodadé. Ó, gyerekek, hát itt a nagy izék vannak még. Nagy akciók. Meg ott a 16-os, az meg ott a vasúton túl. Jó, hát az ilyen vasúton túl lévő dolgok, meg ilyenekkel, majd azt kell csinálnom, hogy... az a más telepítek, amit nem nagyon járkálunk oda. Na srácok, akkor ez meg innen fog megindulni. Viszont ott van a kamionom. Jaj, de jó! Ja, hogyha valaki tudja, hogy miért nem veszi be, vagy másnak is volt olyan probléma, hogy a vizet, Zsoltnak, az írja meg kommentbe, légy szíves. Oké, ezt innen megindulunk, ezerrel, aztán adjál neki is annyi, nem? Srácok, én úgy gondolom, hogy ez így jó lesz. Mindenképpen. Igen, de viszont meg akarom nézni én ezt a permetezőknél, elvileg van direkt permetezőgép. Növényvédelem. Á, itt van. Big Brute-nak nevelik. 6200 literes, és tud mindent is. És milyen széles? Milyen széles a izéje? Hol a szarban van az írva? Ez milyen széles? Mert akkor nem érdemes megvenni. Ez mi az, hogy 60 km per óra? De milyen széles? 25, 33 méter széles. Ez meg 48. Igazából akkor... Ez 9000 literes, ez meg 6200 literes, érted? És 25-tel tud mind a kettő. Akkor igazából a 40, ezt érdemes megmenni, nem? Nem nagyon bírom ezt a gépet már, mint olyan... Ezt jobban bírtam volna. Hátsó csatoló. Aha, van rajt hátsó csatoló. Mondjuk, ha van rajt hátsó csatoló, most azon gondolkozok, azzal nem lehetne valamit. Keskeny gumik. Széles gumik. Akkor nem lehetne velem valamit kihasználni. Például ez nincsen valami... Nem tudom, hogy... Ez lehet, hogy nézek valami modot, valami horribil nagyot. Bár mondjuk a 48 méternél nagyobbat nem tudom, hogy mit is szeretnék, hogy mit is képzelek. Gyomlálók, meg az a baj... Az ilyen 15 méter... Ugye ez tök jó gyomláló. Egyébként. Meg azt hiszem, hogy ez elég gyorsan is tud vele. Nem, 12-vel tud csak menni. Úgyhogy nem a leg szuperebb. Hát nem tudom, srácok. Nem tudom. Ezt meg kell gondolni a növényvédelmet. Na, viszont srácok, szerintem még nem, várjál. Nyugodjál meg, Keeper. Még annyit csinálunk. Olyan messze el vagyok távolítva. Egyébként azért furcsa, azért tűnnek kicsinek ezek, mert így el vagyok távolítva. Sokkal veszem észre mindig, amikor ugye rá kéne lépni egy gépre. Ezt elviszem. Mennyi lett? 31 ezer liter lett, meg még a kombányban ami van. Úgyhogy ezeket beviszem, és várja, mondjuk a kombányból, hogy nem ártana kiüríteni. És akkor berakom a silóba. Aztán, hogyha esetleg nagy a kereslet, vagy bármi, vagy szükségünk lesz rá, akkor nyugodtan oda tudjuk adni. Vagy pedig ugye eltároljuk az árpát, eltároltuk. És már is, hogyha csirkéket akarok, attól meg ugye lesz nekik kaja. Szóval ezt így érdemes csinálni. Szerintem nem az a lényeg, hogy adjunk el mindent instant. Nem? Ezt figyeljétek, milyen gyorsan fog üríteni. És ez azért nem egy utolsó szemponttal. Oké. Bevisszük a kukoricánkat. Igen, van egy silom arra. Csak böszmöm messze. Ez viszont tök idegesítő, hogyha elfordítod ugye a kormányát a gépednek, akkor ő is elfordul, de ez egy törzscsuklósnál pont nem jól működik. Pont inkább kicseszés, mert keresztbe fog vele fordulni. Na jó, mehetünk vissza. Úgy látom, ezek a John Deere is pont 32-vel megy, meg a Big Bad is pont 32-vel megy. Jó, elvetjük mindenképp a földet, kicsit betermelünk lóvét.
Nagyon le vagyunk katyásodva. Szóját fogunk eladni, és azt megnézem majd, hogy mennyibe megy a szója. És hol tudjuk eladni. Egyébként tök jó, hogy van egy csomó vevőhely. Lehet válogatni, meg lehet figyelni, hogy melyiknek mennyi. Várja, ott az mi? Ne azt mondjátok, hogy az is egy üzei siló. Lehet, hogy több helyen vannak silóim, és ez így van megoldva, hogy mi a szar? Ott is van valami. Mi van ott? Ez mi az? Ja nem, az egy bánya. De mindjárt megnézem, azt nem is nagyon emlékszem rá, hogy néztük. Figyeljetek, mint ezt le is rakom ide. Aztán mindjárt megnézem, mi van ott, jó? Mária, erre néztem, hol vagyok? Itt vagyok. Ja, nyugati vasúti siló, aha. Értem. Nyugati vasúti siló, tehát... Itt a vasút, igen. Ugye itt tudod betölteni vonatba a dolgaidat. Ez jó. Ez mi az? Miért piros? Ja, ezeket lehet pakolgatni, csak nem tudom minek. Oké. Mi van itt? Itt vannak az állatok. Nem semmi. Jó, oké, gyerekek. Akkor elbúcsúzom, azt innen folytatjuk. Bocs, hogy ma egy kicsit ilyen nyugisabb rész volt. Tényleg még nem érzem magam tökéletesnek. De következő részbe már talán bepörünk egy picit. Lehet, hogy foglalkozunk egy kicsit mással. Még valamit meg akartam nézni, hogy itt ez az árdős rész. Ó, ja, hogy itt egy fűrész malom van. Ó. És itt van egy krén is kapásból, azt a betyár. Ja, itt tudod felrakni, aha. Kocsira, aha. De jó. Meg itt tudod hívni a vonatot, ha jól emlékszem. Nem, fajladás. Fajladás. Aha, el tudod adni itt is, van fűrész. Üzem, és gondolom van bort. Azokat is lehet izélni. Begyűjteni valahol? Vagy falpritték lesz? Ó, itt van az erdő. Oda nézzetek, milyen jó meg van csinálva. Itt van a normális erdő. Az csak ilyen pálmás ligetes. Várjál már. Az meg. Aha. A fűrész malomhoz tartozik egy erdő. És akkor itt tudod megoldani, itt komolyba. Látod? De természetesen ültethetsz fát, úgyhogy az nem nagy kunst. Jó, itt meg van a vastelep, meg minden. Jaj, na itt van a izé. Falpritték. De várj, egy bordot is elvileg lehet csinálni, nem? Ez mi? Na, mint ilyen izé, ilyen deszka. Nem lesz deszka? Nem tudom, hogy hol keletkezik a deszka, talán ide. Na jó, gyerekek, szerintem... Elbúcsúzom, aztán majd meglátjuk ezeket a dolgokat. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!